Egy városrehabilitációs programnak köszönhetően mintegy 500 millió forintból megújultak Újfehérvár középületei. Sikerült a 49-12-es út városi szakaszát felújítani 800 millió forintból. Ez a város főutcája valójában. Ez egy nagyon régi problémának a megoldását jelenti. A szennyvízhálózat 100%-os lett Újfehértó városában, és jelesül a honpolgároknak ez egy forintjába sem került, hanem a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából az önerőt is sikerült fizetnünk. A beruházásnak köszönhetően a település 55%-os lefedettsége 100%-ossá vált. A sporttelep egy helyszínen már megújult, tavaly decemberben adták át a futópályát és az új műfüves pályát, ebben az évben pedig a focipálya fejlesztése is elkezdődik. Nagyon sok pályázata van benyújtva az önkormányzatnak, itt elsősorban a toppos pályázatokat szeretném megemlíteni. A benyújtott toppos pályázatokból még nyert az Erke Ferenc tagintézménynek a felújítása, ez több mint 300 millió forintos nagyságrendű forrás jelent, illetve a CLLD keretében egy 250 millió forintot nyertünk a pályázati kiírásnak megfelelően. Vidékfejlesztési programból is nyertünk az elmúlt időszakban egy 100 millió forintos nagyságrendű útrekonstrukciót. Ez, én úgy gondolom, hogy több száz gazdának segíti az életét, könnyíti meg az életét, hiszen egy több ezer hektáros területnek a feltárása, illetve négy majornak a megközelítését teszi lehetővé. A további tervek között szerepel a belvízelvezető rendszer felújítása, de 310 millió forintból fejlesztik az Erker Ferenc általános iskolát is, valamint közel 1 milliárd forintból egy honvédelmi sportközpont is épül Újfehérvár külterületén.